A Dombóvári Ózona Szma Egyesület tagjai számos olyan előadást hallhattak már, amely segít jobbá tenni mindennapjaikat. Jó tanácsokat kapnak a betegségükre vonatkozóan, de kulturális témában is szívesen szerveznek programokat. 90-es évek elején dr. Magda Tamás tüdőgyógyászfőorvos kezdeményezésére az akkori ott dolgozók és a betegek közreműködésével alakult meg egyesületünk 93-ban. Tehát 27 éve működik az egyesület. Alapcéljuk az volt már akkor, hogy az aszmás betegek gyógyításához szükséges friss levegő, egészséges környezetbe való megmozdulásoknak az kivitelezése, valamint orvosi előadásokkal is a betegségek gyógyításához való hozzájárulás volt a cél. A 90-es évek elején országosan nagyon sok civil szerveződés alakult, így Dombováron is, de kevés maradt fenn a mai napig. Az Aszma Klub az egyike az aktív, folyamatosan pezsgő egyesületeknek. Havi rendszerességgel találkozunk, nagyon sok olyan programot szervezünk, ami az aszmás betegek gyógyítását elősegíti. Bejártuk Európát, mondhatom, Svájctól Ausztriáig, tehát olyan hegyekbe, barlangokba visszük el az embereket, ahol a gyógyulásukhoz tudunk segítséget nyújtani. Orvosi előadásokat nem csak a tüdőgyógyászok, hanem más orvosi szempontokat is figyelembe véve tartunk. Ezzel is tágítjuk a betegeink, tagtársainknak a néző látókörét. Tagjai vagyunk az ABOSZ-nak, az Aszmás Betegek Országos Szövetségének. Rendszeresen részt veszünk a találkozókon, bár az idén sajnos elmaradt, de kulturális programokkal is készülünk ilyen alkalommal, és nagyon sokféle ember tartozik az egyesületünk tagjaiból, és most is hallatszik, ugye könyvtárosok, pedagógusok, műszaki emberek, tehát az élet szinte minden területéről van a tagunk. A mostani programon is igen nagy volt a részvételi arány, a kinti rendezvénynek az időjárás is kedvezett. Kizárólag ugye a természetjárás, és a irodalom és a természet kapcsolata összefűzzük. Ugye említettem, hogy közelmúltban volt a Fekete Istvánnak az 50 éves halála évfordulója, és ezt összekapcsolva egy kicsit beszélgetünk az irodalomról, természetről, sétálunk. Ez a mai nap apropója. A közel 30 éves múltra visszatekintő civil szervezet munkáját városi szinten is elismerték. A lelkes csapat azóta is minden nagyobb dombovári rendezvényen képviselteti magát. 2016-ban nyertük el a város civil tanácsától a civil díjat. Rendszeresen fiatalokkal is propagáljuk a programjainkat, rajzversenyeket írunk ki gyermekeknek a természeti fontosságáról, az Aszma világnapjáról, a földnapjáról külön megemlékezünk, előadásokat, programokat szervezünk, úgyhogy nagyon szertágazó a tevékenységünk, és hál' Istennek a rendezvényeink olyanok, hogy 70-80%-os a részvétel. A programjaikat, kirándulásokat főként tagdíjakból, önkormányzati támogatásokból, valamint pályázati forrásokból finanszírozzák. Következő két hét múlva Tapolca. Ott van egy gyönyörű tavasbarlang. Ugye az aszmás betegek, ott fogunk hallgatni egy orvosi előadást, a légúti betegségek gyógyításában milyen szerepe van a barlangoknak. Erről fogunk tájékozódni, meg fogunk csónakázni is egyet a barlangban, már ott vagyunk. Ez lesz a következő programunk. Aztán ősszel megyünk három napra Göcsejbe, Zalába, ugye végig megint csak erdőtúra, erdőtúra, erdőtúra. Aztán azon kívül van még egy Kaposvár melletti Gyergy Jánosnak mondott erdei túránk, és ugye várjuk azt, éppen tegnap voltam bent a hivatalban, hogy az önkormányzati programokon is részt tudjunk venni, mert rendszeresen részt veszünk természetesen azon is, mint egy 30-40 fővel.